Újonnan ültetett aprók és levendula bokrok bújnak meg a fa között a hatos út szélén a vietnámi parkban Pakson, de nagyobb bokrok, cserjék is kiültetésre kerültek az elmúlt hetekben Paks 11 közterületén, a Paksi zöldítési program második fázisában. Egy évvel ezelőtt az ezer fát paksra program keretében a városban és lakosság körében is osztottak fákat, valamint a hatos út mellett és Domboriban 500 fa is elültetésre került. Emelte ki tájékoztatójában Kovács Pál a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. A Paksi Tárca Nélküli Minisztérium ezt a kezdeményezést már a kezdetektől fogva természetesen Felkarolta és támogatja, mint ahogy a kormány is elkötelezett az öldítési program mellett, hiszen a, ahhoz, hogy elérjük a klímavédelmi céljainkat, annak az öldítés, a, a széndiokszid elnyeletés is, és a kedvezőbb környezet, kellemes, tiszta pormentes levegőnek az elérése egy, egy kiemelt cél. Kovács Pál hangsúlyozta, a Paksi atomerőmű 5-ös és 6-os blokja majdan 17 millió tonnányi széndiokszid kibocsátását teszi elkerülhetővé, melyel nagyon komolyan hozzájárulnak a klímaváltozás megelőzéséhez. Szabó Péter polgármester kiemelte, folytatódik a faültetés, és emellett az elektromobilitással is hozzájárulnak Paks zöldvárosi státuszához. Összegszerűen is megjeleníteném ezt a 13 ezer cserjének az ültetését, amelyet szintén Magyarország kormányának köszönhetünk, hiszen a PIP non-profit KFT-n keresztül valóban államtitkár is említette, a PTNM-en keresztül érkezett ez a támogatás, ez 55 millió forintot jelent. Az esős, ködös időben is dolgoznak az űrgemezei szabadidőparkban, ahol az aranyeső ágakat rakják a teherautóról, majd ültetik őket. A futópálya mellett szépen sorakoznak már a frissen ültetett bokrok, mivel nagy fagy nem várható a következő napokban, egy-két héten belül végeznek is a munkálatokkal.